Üdvözlöm Önöket, a Heti TV híradóját látják. Hunyadi János egész életét a hazavédelmére és az oszmán hadak kiűzésére tette fel. Az általa vezetett nándorfehérvári diadalt követően a béke és az újjáépítés korszaka következhetett. Hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Belgrádhoz tartozó Zimonyban, ahol szerb hivatali kollégájával Alekszandar Vusiccsal együtt vett részt Hunyadi János szobrának felavatásán. Áder János felhívta a figyelmet arra, hogy Hunyadi János zimonyi szobra felett két jelképes tárgy látható. A kereszt a legendás hadvezér Európa védelméért hozott áldozatát, a harang az európai összefogást és a Hunyadi vezetésével aratott diadalt hirdeti, emelte ki. Rámutatott, hogy 1456 nyarán, amikor a veszély Nándorfehérvár felé közeledett, Hunyadi hajóhaddal érkezett a Duna-Zimonyi szakaszára, ahová most felavatott szobra tekint. Hunyadi János egész alakos zimonyi bronz szobra Madarasi István Kossuth díjas szobrászművész koncepciója alapján készült el. Belföldi híreink. A Fidesz-KDNP arra kéri a kormányt, hogy tiltsa be a külföldi szennyvíziszap behozatalát az országba, és vizsgálja meg, hogy abban milyen baloldali üzleti körök érdekeltek, mondta a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata parlamenti képviselő. A politikus kijelentette, hogy a kormánypártok egyetértenek a kabinet céljával, hogy Magyarország nem kér más szennyeséből, még akkor sem, ha ezt uniós szabály lehetővé teszi. Úgy tűnik, hogy ezeket a kiskapukat kihasználva baloldali üzleti körök gazdagodnak azon, hogy ide hordják más szennyesét, jelentette ki. Emlékeztetett azon sajtóhírekre, amelyek szerint a baloldal egyik embere a Bajnai Gyurcsány korszak egyik tanácsadója, Winkler Gyula és köre profitál abból, hogy itt rakják le más ország szennyesét. A korábbi értesülések még átalakításról szóltak, a Magyar Nemzet azonban most úgy értesült, hogy a választható szakmák radikális csökkentése helyett az egész országos képzési jegyzéket megszüntetik és egy új, korszerűbb rendszert állítanak fel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az ágazat szereplőivel való egyeztetések során arra jutott, nem az a megoldás, ha a jelenlegi rendszert változtatják meg, hanem inkább létrehoznak helyette egy új, korszerűbb struktúrát. Pölöskei Gáborné, a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy az országos képzési jegyzékre épülő rendszer elavult, ezért olyan szisztémát alakítanak ki helyette, amely jobban igazodik a gyorsan fejlődő gazdasági környezet igényeihez. Alapszakmákat ezentúl kizárólag iskolarendszerben lehet majd oktatni, a felnőtt képzésben viszont nem lesz korlátozás, annyi specializáció és részszakképzés képesítés jelenhet meg, amennyit a munkaerőpiaci helyzet éppen indokol, tudta meg Alap. Az LMP arra szólítja fel a kormányt, hogy ne hazudjon tovább az atomenergia áráról, és mutassa be a Paksi 1-es blokk leszerelésének árát, valamint annak fedezetét, mondta a párt frakció vezető helyettese. Schmuck Erzsébet kijelentette, hogy az olcsó atomenergia csak mítosz, hiszen a kiégett radioaktív fűtőanyagok végleges és biztonságos elhelyezését a kormány nem veszi számításba. A politikus elképzelhetetlennek tartja, hogy ez 387 milliárd forintból megvalósítható, ahogyan azt a radioaktív hulladék kezeléséről szóló nemzeti program tartalmazza. Hozzátette ugyanakkor, hogy a program teljes költségigénye 1650 milliárd forint, amelyhez a pénzügyi alapból még több mint 1300 milliárd forint hiányzik. Megváltoztak a drónok használatára vonatkozó szabályozások, amelyek jövő év július 1-től lépnek érvénybe. Egyszerre szabályozzák a drónok gyártását, forgalmazását, importját és azok használatát is, hívta fel a figyelmet Novák Zoltán, a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda partnere. Hozzátette, hogy a szabályozás változásával három kategóriát állítanak fel. Továbbra is lesznek a szabadon használható drónok, amelyek súlya nem haladhatja meg a fél kilogrammot. A reptetés során emberek fölé nem szállhat, a pilótának pedig folyamatosan szemmel kell tudnia tartani. A felsoroltak közül, amennyiben valamelyik nem valósul meg, akkor jövő év júliusától engedélyre lesz szükség a drón használatához. Az engedély beszerzéséhez a drón üzemeltetőjének kockázatelemzést kell majd készíteni a hatóságok részére, magyarázta Novák Zoltán. A harmadik, nagyon szabályozott kategória esetén már hatósági bizonyítvány birtokában lehet majd csak a drónt üzemeltetni. Ezek a nagyon komoly drónokra fognak vonatkozni, jellemzően azok, amelyek súlyos vagy veszélyes tárgyakat szállítanak, esetleg embert, ismertette a szakember. Külföld. Augusztus 26-áig kell leadniuk az Európai Uniós tagországoknak azon személyek nevét, akiket az Európai Bizottságba jelölnek, közölték Brüsszelben.
A tájékoztatás szerint a jelenlegi 28 tagállamból eddig 15 küldte el a biztos jelöltje nevét. Egyelőre nem tudni biztosan, hogy a kilépésre készülő Egyesült Királyság delegál-e majd tagot az Európai Bizottságba. A Szigetország elvileg október 31-én válik ki az EU-ból, szakértők szerint azonban könnyen elképzelhető újabb halasztás, és ez esetben Londonnak teljes jogú uniós tagként járna egy biztos pozíció a november 1-én felálló új testületben. Ursula von der Leyen a bizottság megválasztott elnöke nemi kiegyensúlyozottságra törekszik, azaz ugyanannyi női tagot szeretne, mint férfit. Ezért arra kérte a tagállamokat, hogy jelöljenek két-két szemét, akik közül majd választhat. Ennek viszont sajtóhírek szerint egyelőre egyetlen kormány sem tett eleget. Izrael fővárosában már Javában zajlik az auschwitzi haláltábor felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés szervezése. A 2020. január 26-ai rendezvényre meghívást kapott Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, továbbá a leendő brit miniszterelnök, és ott lesz vélhetően Justin Trudeau is, írta az i24news.com. Az egyelőre nem világos, hogy Vladimir Putyin elnök Jeruzsálembe látogat-e az évforduló alkalmából. Igaz, abban az esetben sem marad el Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és az orosz államfő személyes találkozása, ha Putyin nem lesz ott Jeruzsálemben, hiszen az orosz elnök meghívta Netanyahut arra a moszkvai ünnepségre, ahol a nácik fölött aratott győzelem 75. évfordulóját ünneplik. Veszélyes összeesküvésnek nevezte Ali Khamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője Washington közel-keleti béketervét a Hamas radikális palesztin szervezet magasrangú vezetőivel folytatott megbeszélésén Teheránban. Az ajatollah kiemelte a rendezési tervnek a palesztin területekre irányuló befektetésekről szóló pontjait, amelyek szerint a palesztin identitás megsemmisítésére irányulnak. A palesztin ügy az iszlám világ első és legfontosabb ügye, jelentette ki Khamenei, hozzátéve, hogy Irán nemzetközi elszigeteltségének egyik oka Teherán határozott kiállása a palesztinok és a Hamas mellett. A gázai övezetet ellenőrzése alatt tartó Hamas szombaton Teheránba érkezett küldöttségét Saleh al-Aruri vezeti, aki a szervezet katonai szárnyának az Ezzedin al-Qassam brigádok parancsnoka. A Fehérház különleges megbízottja amerikai delegációjával még egyszer végiglátogatja a Közel-Keletet, hogy pontot tegyen a palesztinokat, Jordániát, Egyiptomot és Libanont érintő 50 milliárd dolláros békeprojektjére. Jared Kushner, Jason Greenblatt, közel-keleti megbízott, Brian Hook külügyi tisztviselő, illetve Avi Berkovics Kushner segítje kíséri majd el körútjára, melynek során várhatóan meglátogatja Izraelt, Jordániát, Egyiptomot, Szaúd-Arábiát, Katárt és az Egyesült Arab Emírségeket is, számolt be róla az Ademeiner. Média értesülések szerint a küldöttség a hónap végén érkezik a térségbe és augusztus elején tér vissza Washingtonba. Egy meg nem nevezett fehérházi forrás szerint az út kiemelt célja, hogy tovább vigye a bahreini tanácskozás által keltett lendületet és véglegesítse a terv gazdasági részét. Gazdasággal folytatjuk. A világ második legvonzóbb befektetési célpontja Közép-Kelet-Európa, közölte az EI nemzetközi tanácsadó cég. A felmérést a CSA Institute végezte 2019. január és február között 506 nemzetközi döntéshozó megkérdezésével. Európában 6 év után mérséklődött először a működő tőke befektetések száma, azonban a 6356 lezárt projekttel így is az elmúlt 20 év második legjobb eredményét produkálta a kontinens. Nyugat-Európa továbbra is a legvonzóbb terep világszerte a befektetők számára, 56%-uk sorolja a három legnépszerűbb célpont közé. A felmérés eredménye alapján Közép-Kelet-Európa már a második legvonzóbb régió, megelőzve Észak-Amerikát és Kínát is. A legtöbb európai működőtőke befektetés továbbra is az Egyesült Királyságba irányult, a küszöbön álló Brexit miatt azonban érezhető a beruházók bizonytalansága. A brit piacot Franciaország, majd Németország követi a rangsorban. Magyarország a 15. helyen áll. Végül a várható időjárásról. Hazánkban ma délelőtt nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de keleten még lesznek erősebben felhős körzetek. Ott gyenge eső nem kizárt, máshol csapadékra nem kell készülni.
Délután tovább csökken a felhőzet, több órás napsütésre van kilátás. Csapadék nem valószínű. A szél napközben élénk északi lesz. Hajnalban 16-22 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 22-31 fok között alakul. Késő este 17-24 fok lesz. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a braillerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!